Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt államtitkár úr. A kormányokon átívelő összefogása a halmozott helyzetűvé nyomorított Dél-Dunántúl a mostani kormányzati politikának is egyfajta mostoha gyermeke. Oda önök közül a legfeljebb csak vadászgatni jönnek szívesen. Mi bizonyítja ezt? Az olyan szomorú infrastruktúrális elmaradottságok, például mint a 68-as út, elképesztő állapota a Pécs és Bacs közötti 6-os út, szintén leromlott állapota. Valahogyan a választások előtt aztán mindig fölbukkannak, elmondják a nagy ígéreteket, és ezeket az ígéreteket aztán rendre elsikkasztják. De ebbe a sorba illeszthető például a Mohácsi Dunahídnak a története is. Képzeljék el, ott már 1940-ben az akkori hatalomnak azt mondták a polgárok, hogy ne ígérgessenek, ne hitegessék őket, hanem egészen egyszerűen meg. Reményeik szerint egyébként végre ez a híd létre fog jönni, a Dél-Dunántúl és az összes magyar polgár boldogságát fogja majd ott szolgálni. Aztán van még egy történet, az M6-os autópályának a szimbolikus ügye. Önök azt gondolják, hogy majd ez lesz az, ami Baranya vármegyét is sikeresen föl tudja zárkóztatni, és valóban tényleg úgy igaz, hogy ha létrejönne ez a közúti összeköttetés Horvátország és Magyarország között, az talán nagyot lendíthetne a térségnek a sorsát. Egyébként egy állatorvosi ló ennek az autópályának az építése. Emlékszünk még a 2010 előtti dolgokra is. A PPP-s konstrukcióban épített autópályára, ahol gyakorlatilag még a vakontúrások alá is méregdrága alagutakat fúrtak. Elképesztő történet volt. De mit láttuk most? A Strabag építi, illetve hát magyar részről az a Duna aszfalt, amelyiknek tulajdonosa Szíj László, a Szijjártó miniszter urat jachtoztató Szíj László. Nos, a kivitelezők személyén túl van itt más probléma is. Az iszonyatos ár. A határ magyar oldalán 1 kilométer autópálya, ugyanebből az autópályából 4,4 milliárd forintba kerül, a horvátoknál ezt meg tudják oldani alig 1 milliárd forintnyi összegből. És amikor a Jobbik részéről elsőként Schwarzkiefer Patrik, Baranya vármegyei politikusunk rávilágított erre a Bicska nyitogató árkülönbözetre, elment egyébként Tiszakécskére is a Dunaszfalthoz, elment Bécsbe is a Strabag székházhoz, és ott szeretett volna valamiféle érdemi választ kapni. Sajnos ezt nem kapta meg. Az a helyzet, hogy nem csak a kivitelezők, hanem a kormányzat oldaláról sem. Mi viszont itt a Jobbik konzervatívok közösségében hiszünk abban, hogy egy normális országban igenis megjárna az érdemi válasz, úgyhogy várom államtitkár úrtól az erre vonatkozó racionális magyarázatot, hogyan fordulhat elő az a gyalázat, hogy itt négyszer annyiba kerül az autópálya kilométerre, valamint történt még egy skandalum, egészen egyszerűen kihagytak 200 méternyi autópályát a tervezésből, ki ennek a felelőse, és mekkora lesz a késés. Erre válom érdemi válaszait. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő úr. Válaszadásra megadom a szót Nagy Bálint államtitkár úrnak. A mikrofont. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház. Tisztelt képviselő úr, önnek természetesen joga van pikért megjegyzéseket tenni. Ha jól emlékszem, a tavalyi évben is ez a szerep jutott a Jobbiknak. Meg is lett az eredménye. A választók elmondták a véleményüket Baranyában is. Ami a konkrét kérdéseket illeti. A horvát domborzat lehet, hogy hasonló, de a műszaki tartalmat sem ártott volna megvizsgálni. Ön erre nem fordított kellő figyelmet, tisztelt képviselő úr, de se baj, megtette ezt a Transparency International, bizonyára ismeri a szervezetet. Ön és az új elvbarátai sokszor hivatkoznak erre a szervezetre. Nos, a Transparency International az első dokumentumtól az utolsóig végigkövette az ön által hivatkozott közbeszerzést, és semmi problémát nem talált. Ami a hiányzó szakaszt illeti, az üzemeltetéssel megbízott társaság hibáját az állami szervezetek észlelték, és kiírták a közbeszerzést. Engedje meg, képviselő úr, hogy azért megjegyezzem azt, hogy kevés kézzelfogható bizonyítéka van a szocialista kormányok korrupciós álmok futásának, mint az M6-os autópálya, a 4-es metró, ami annak a nyomában ért, amely már Brüsszelből is látszik. Erre ön föl kell, és példaként hozza nekünk ezt a korszakot, és ezt az időszakot, illetve ezt a beruházást. Ne haragudjon, képviselő úr, de ez több, mint arcátlanság és álszentség. Végezetül engedjék meg, hogy elmondjam azt is, hogy Baranyában 2010 és 2023 között 308 kilométer út lett felújítva, vagy épült meg 37,7 milliárd forint értékben, és a folyamatban lévő M6-os beruházás pedig közel 122 milliárd forint értékből fog megvalósulni, ami egy nagyon jelentős fejlesztés nem csak Baranyának, nem csak a térségnek, de az egész ország szempontjából is. Köszönöm szépen!
Köszönöm szépen, Nagy Bálint államtitkár úr. Kérdezem, képviselő urat, elfogadja az államtitkári választ? Államtitkár, bocsásson meg, de nem volt ez egy kimerítő, kielégítő válasz, úgyhogy nem tudom elfogadni. A Dél-Dunántúl az Európai Unió egyik legszegényebb régiójává lett nyomorítva. Csak egy számadat. Pécs városából a rendszerváltás óta eltűnt 15%-nyi lakos. Megvan ennek a maga oka, nevezetesen az, hogy egyfajta logisztikai és közlekedési fekete lyukká változtatták ezt a térséget hazánk térképén. Ön itt beszélt az előző kormányokról, én is egyébként kritikával illetve őket, és az a helyzet, hogy önök semmit nem tettek mondjuk akkor a PPP-s konstrukcióknak a felülvizsgálat érdekében, sőt, más is tudok mondani, Szijjártó Péternek ki a nagy barátja, talán mintha Kóka úr lenne az, akinek azért vastagon volt köze ezekhez a disznóságokhoz. Úgyhogy nagyon szépen kérem a jobbik konzervatívokra ezeket a bűnöket ne verjék rá. Nem tudom elfogadni a választ. Köszönöm, képviselő.